A listavezető Gyirmót a kieső helyen álló Ceglédet fogadta, így országos egyest vártak a szurkolók az MB2 tizedik fordulójának győri mérkőzésén. A kezdőrugást a csapat egyik vezérszurkolója, a korábbi győri rendőrkapitány Préth Sándor végezte el, akit 65. születésnapján a klub vezetői is köszöntöttek. Mindjárt az első támadásból jött az első helyzet is, Belicki robbant be középre és meg is előzte a kapust, de nem tudott a hálóba fejelni. Helyzetre helyzettel válaszoltak a vendégek, Sós kapott remek labdát, de a visszafutó Illés szép becsúszással szögletre mentett. Lendületben maradtak a ceglédiek, és ők alakították ki a következő helyzeteket is. Előbb Majoros bukdácsolt egészen lövőhelyzetig, de Somogyi védett, nem sokkal később pedig Markó fordult be kis területen a 16-oson belül, és lőtt nem sokkal fölé. Lövésekkel a túloldalon sem volt gond, Belicki volt a legaktívabb, de Tóth Zoltán látványos vetődéssel hárítani tudott. A félidő hajrájára már a listavezető a helyzetek kialakításánál is fölényt harcolt ki, de az első 45 perc végül nem hozott gólt. A második félidő magasföldi kapufájával indult, a gyirmótiak szabadrúgás specialistája igen közel járt ahhoz, hogy megszerezze csapata számára a vezetést. Mindez a 61. percben aztán össze is jött. A csereként pályára lépő Orosz csúsztatta fejjel a hálóba a labdát, így volt miért örülni a hazaiaknak. Megpróbált gólra gólt lőni a gyirmót, és továbbra is az ellenfél térfelén tartotta a labdát. Paku került lövőhelyzetbe, de neki még nem jött össze a gól. Éppen megérkeztek a diósgyőri drukkerek Pápáról, amikor egy veszélyes szabadrugás után Makrai próbált gólt fejelni, de nem volt neki pontos a beívelt labda. A túloldalon viszont ismét megzörrent a háló. Belicki lassított le, és dobta játékba Orost, aki levitte a labdát az alapvonalig, majd megnézte, ki érkezik középen, és pontosan magas földi elé passzolt. 2-0. Akár végleg eldönthette volna a három pont sorsát a gyirmót, de Orosz fejese itt mellé ment, így izgalmasabb lett a meccs vége, köszönhetően egy eredményes ceglédi kontrának. A jobboldali beadás után ugyanis egészen Farkasig jutott a labda, aki rádölt és a kapuba lőtte azt. 4 perccel a rendes játékidő vége előtt szépítettek a ceglédiek. A végén még egy ceglédi lehetőséget jegyezhettünk föl, de nem sikerült egyenlíteni. 2-1-re nyert a gyirmót, így továbbra is vezeti az MB2 tabelláját. Én úgy éreztem, hogy az első félidőben volt több helyzetünk, komoly helyzeteink voltak, és ott, ha jobb döntéseket hozunk, akkor vezetéssel mehetünk volna a szünetbe, de játékkép alapján nem vagyok csalódott, mert jól játszottunk taktikusan, szerintem nagyon megnehezítettük a hazai csapat dolgát. Én szerintem olyannak láttam, amilyennek én gondoltam, tehát ugye nagyon sokan nem akarják ezt úgy látni, hogy itt nagyon kiegyenlített bajnokság van, tehát minden egyes csapat minden pontért megküzd, és itt is ez történt. Tehát a Cegléd nagyon jól erősített, nagyon masszív csapat, nagyon nehéz volt felbontani, aztán szerencsére sikerült. A második félben én úgy gondolom, hogy ott több helyzetet is értékesíthettünk volna, de én azt gondolom, hogy itt a győzelem az nagyon fontos volt. A gyirmót egy hét múlva ismét rangadót játszik, hiszen a kék-sárgák Zalaegerszegre látogatnak.